Sziasztok! Szeretném bemutatni ennek a szőrös vonalnak a horgolását. Ugye nagyon finom kis puha anyag, és sokan szeretik ezt így tapogatni. Ez a bárányka még nincs kész, most készül a lába. A fonal, amit használok hozzá, ez a Baby Smiles Lenya Soft fonala. És itt van már az egyik meghorgolt láb, és most megmutatom, hogy hogyan lehet horgolni. Nem annyira nehéz, mint ahogy elsőre tűnik. Ha egy kicsit elhúzzuk a szöszöket, akkor látszik, hogy tulajdonképpen mutatja, hogy hol vannak a szemek. Ugyanazzal a horgoló tűvel horgolom, mint korábban a lábát. És bedugjuk, áthúzzuk. Én megfogom itt a fonalat, tehát nem hagyom, hogy ilyen szorosan behúzza a fonal, mert egy kicsit valóban érdemes lazábban horgolni, így meg szoktam fogni a szemet, és akkor így öltöm, és ezt is egy kicsit lazán horgolom, megint megfogom, megöltöm, így csináljuk, tehát mutatom még egyszer, ha elhúzom a szöszöket, akkor látszanak tulajdonképpen a szemek, hogy hova kell ölteni. De egy idő után már érzésre is megy, vagy tapogatásra, de egyébként nem tudunk máshova belőölteni, csak ott, ahol a luk van. Tehát rosszat nem is tudunk csinálni. Arra persze figyelni kell, hogy ugyanannyi szem legyen körülbelül, mint amennyivel körbe kell haladnunk. Tehát ez így. És egy idő után, nekem ez a második ilyen amigurumim szörös vonalból, ez már egy kis gyakorlattal ugyanolyan gyorsan lehet horgolni, mint bármelyik más fonallal.